hogyha most egy tróger csapatba kerül, vagy olyan barátokat talál magának, és ha az a 4, 5, 6 ember drogozni kezd, akkor úgyis rá fog szokni ő is. Szóval maga választ mindenki a sorsáról, úgymond. Kivéve akkor, hogyha fél a következményektől. Én 10 évet intézetben éltem, és ott 90%-a drogozott. És nem azért, mert hogy ilyen volt a környezet, mert már eleve úgy jött ebbe, hanem mert ha valakinek annyira alacsony a szint, hogy semmilyen jó dolog nincsen benne, hogy mi nem jártunk színházba, mi naponta 3-szor ettünk, nem lehetett az, hogy akkor eszem, amikor éhes vagyok, és ők próbálták ezt valahogy feldobni, és kihasználta néhány dealer, aki ott volt körülötte. És persze, hogyha rászokatják a drogra, hogy fog meg ez jó, akkor menni fog utána. De te döntesz, hogy elfogadod? Pontosan. De figyelj, hogy te olyan helyzetben élsz, hogy kedveskedik neked, hogy semmi szeretet nincs az életedben. Van néhány nevelő, aki vigyáz rád. Nem az, hogy szeret, hanem csak veled van, hogy ne csinálj semmi rosszat. És oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy hú, én mennyire szeretlek, meg mennyire jó. Ez majd megváltoztatja az életed. Akkor te mit csinálnál abban a helyzetben? És igen, van, aki nemet mond. És én is csak azért mondtam nemet, mert olyan egészségügyi problémáim vannak, hogyha azt elfogadom, meghalok. Én is 6 évig csináltam, és engem senki nem vitt vele, senki nem mondta, hogy már pedig ezt kell csinálni és dolgoznod kell. Azt választottam, nekem 6 évig az volt jó, és ennyi. Nekem kicsit úgy tűnik, mintha ez elkezdene az élmény menni, hogy ez a nyugodt. Igen. Vannak olyan esetek, hogy maguknak köszönhető, hogy a körülöttük lévő körülmények nem azt indokolnák, hogy ők ezt az utat válasszák. Persze, hogy tehet róla, hiszen kipróbálta, de sajnos nagyon nehéz egy bizonyos szint után visszanyerni magunk felett a kontrollt, és ez tudományosan bizonyított tény. Amikor valaki egy társaságban vagy nyomás alatt, vagy pedig kíváncsiságban próbál ki egy drogot, és ez egy olyan csúcs, egy olyan magas, amit mással nem, soha életében nem tudott elérni, hogy még hogyha ezelőtt el is ítélte teljes mértékben, most már vissza akar menni ez az érzéshez, újra meg akarja élni, és újra kipróbálni, és ez egy ilyen örvénybe rakja őt, amiből nem tud egyszerűen kimászni, mert egyre rosszabb lesz a helyzete, és egyre jobban gyengül az önkontrollja, és egy idő után már teljesen reménytelenné válik. Egy perces videót, és nyerj vele 100 000 forintot, vagy a 3 darab sziget heti egyikét. tasz.hu